Ez itt a Morning Show, Magyarország leghallgatottabb reggeli műsora. Jó reggelt! Julival mindig történik valami. Juliska! Ő a családanya, a feleség, a folyton agonizáló fiatal nő, aki nem megy el szó nélkül a hétköznapi élet dolgai mellett. Juli élete itt a Morning Show-ban. Juli, hello! Szia! Mindenkinek. Egy kis viktoriánus korabeli iskolás lánynak öltözött mai Júli. Igen, zsabós. Kérdezés akartam, hogy újra forgatják az Abigailt. nem tetszik. De, arra jó, most, cuki, jó, csak cuki. Nem tudtuk hova értelmezni. Picit tanárnén is. Ilyen karcsúsító. Na neked aztán kell a karcsúsítás. Ezt most nem mondod komolyan, hogy te magadra vettél egy ilyen karcsúsítót. De vettem. Júli, 40 kiló vagy. 40 kiló vagyok, de gyönyörű nő. De nagyon rosszul hízok, és pocakra hízok. Úgyhogy, ha ilyen testesimulós cuccokat veszek fel, akkor néha felveszek alá, és most vettem egyet, és kipróbálom. Ilyen fűző van rajta? Nem vagy fűző, nem. Hanem ez a karcsúsító öv? Trikó. Ja, trikó. Trikó. És az összehúzza a hasadat, vagy mit csinál? Hát ez ilyen, igen, a megfelelő helyeken így összejön, jaj, vagy mit csinál. Nem néz ki rosszul. Nem, hát most azt mondtuk, hogy rosszul néz ki, csak a fura, hogy neked. De és ha levennéd a többi ruhát? Akkor picit igenebb lenne a hasam. A 21. századig nagyon komoly népbetegsége az önképzavar és az ezzel járó frusztrációk. Minden, amit a fogyasztói társadalomban elfogadott női minták, férfi minták ránk erőltetnek és diktálnak, az nem okozott mást, mint nagyon súlyos neurózist és nagyon komoly önképzavart. Balázs, azt hiszem egyszer pont tőled kaptam meg, hogy Juli, terhes vagy? De azt megkérdeztem, érdeklődtem. Igen, de hogy nem tudjon-e kellengyére gyűjteni. Hát az így van. Álltál valahol, kicsit nem húztad ki magad, és igen, így megérkezett a pocakod. De... Megkérdezte. De nem azt, hogy terhes vagy, hanem vemhes vagy. Nem kérdeztem ilyet, hogy vemhes vagy, nem kérdeztem. Hát napokkal előtte bennünket abba, hogy mit veszünk a Julénak, srácok, hogy mire mit veszünk. De így van. Ha egy nőm van 5 kiló, rosszul érzi magát, tisztelt a kivételnek. Egy pasi nincs kigyúrva, rosszul érzi magát. Miért? Mert a női férfi képek, szerepek, újságok, óriás plakátok, fotók ezt nyomják rád, hogy így kell kinézned, olvastam ez a egyébként normális, ez a jó, közben ez nem így van. Ezzel kapcsolatosan, nem, hogy a férfiakat legalább annyira zavarja, hogyha megjegyzéseket tesznek az alakjára, és legalább annyira elkezdenek foglalkozni magukkal, mint a nők, hogyha egyszer ezt így visszakapják. De az jó, mert nem, mondjuk nem, ez pozitív irányba lendíti előre az embert. Hát a férjem például fekvőtámaszokat csinál. Bár én nem mondtam neki, hogy... Hát valaki viszont mondta akkor? Én szerintem ez ugyanolyan, mint én is. Az ami a probléma? Ezt múltkor elmondtam nektek, múltkor tükörbe néztem, és azt éreztem, hogy valamit kezdenem kell magammal. Ő is belenézett egy reggel a tükörbe, azt látta, hogy egy kicsit pocakosodik, és elkezdett magammal foglalkozni. Igen, csak a kettő közt az az alapvető különbség, hogy ugye egy olyan tevékenységet végez, amivel eléri azt, amire vágyik, de te valójában nem éred el azt, amire vágysz azzal, hogy magadra raksz egy ilyen övet, vagy felveszel egy push-up melltartót. Nem, várjál, tehát én sportolok. Mert te nem változol meg. Én sportolok. Csak hát az öv? Hát mert vannak területek, amiket hiába dolgozok, meg nem nagyon látok. Ha jól emlékszem, pont a múlt héten mondta el Juli, hogy cici problémái vannak, ugye? Tehát, hogy jó lenne egy számmal, vagy kettővel nagyobb, igen, feszesebb, akármicsoda. Most jön a hasad. Valamelyik héten a hajadra panaszkodtál, hogy össze-visszál, bármit csinálsz. Van olyan testrészed, amit szeretsz? Amire így azt mondtad, hogy... A lábaimat azt a hiszem. Lábaik, jó. Hmm. Jó, csak azért, hogy van, amiben kapaszkodik. A mai témát az önképzavar? Nem. Képzétek el, szlavánk van egyébként a mai nap. Na, gratulálunk. Micsodánk. Nekünk is volt kettő, de az egyiket el kellett, mert nem tudtuk fenntartani. Igen, nekünk skodások, mi skodások vagyunk, úgyhogy mi nem, mi Ladával nem. Ez a szerbekül egy házi szent ünnep. Ez azt jelenti, hogy minden elsőszülött fiúnak van egy házi szentje, aminek megvan a napja. És ezen a napon összeül a család, és nagyot eszik-iszik. Ez egy tök jó szokás. A fehér nem minden nap van egy ilyen. Mi szlávában élünk. Úgyhogy én, amikor itt befejezem, megyek haza kalácsot sütni, mert tegnap este nem csináltam meg. És kell, a jó szlávához kell a kalács. Igen, olyan, ahhoz kell kalács, meg ahhoz kell egy csomó minden. Elmehetnék én a ti szlavátokra? Igen, abszolút. Vagy csak rokon mehet. Mert ez engem ér, figyelj, mi a miről egyszer ittunk, ezt töredelmesen bevallom, ott voltatok az elején is, de aztán leléptetek, a nagyapja pálinkáját hozta el, én szerintem nekünk van közös jövőnk azzal a férfival. Tehát nagy buli lenne. Hát ez egy ilyen nagy sátoros ünnep. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor annak is van, akinek nincsen. Tehát ez azt jelenti, hogy ilyenkor mindenre költeni kell. Kajára, piára, megvendégelni a barátokat, ismerősöket, rokonokat. Mindenki, aki betér. Ebből az apropóból most ezt nagyon nem vertük nagy dobra, hogy szlávánk van. Vagy elvileg, aki egyszer eljön vendégségbe, annak tudnia kell, hogy a mai napon nekünk szlávánk van. De most nem nagyon készültünk, mert a Miró
egy korábbi régi főnökével, vagy egy korábbi főnökével megnyitott egy helyet, úgyhogy most nagyon el van úszva. Azt mondjuk, hogy a korábbi tapasztalatok alapján nem szóltatok a rokonoknak. Mi ezt rendesen megünnepeljük. Tehát ez egy tök jó nagy buli. Nagy kajálása, pialása, rengeteg vendéggel. Kecskét vágtok. Nem, de bárány az már volt, meg malac is. Hát ez a minimus, minimális elvárás egy szlaván. Hát az. Persze. Figyelj, ezek olyan jó, én szeretem ezeket a családokat. De csak, hogy legyen, miből mártogat. Jó, lövöldöztek is a levegőben, vagy nem veszel a miró, nem? Hát ha látják, hol az ég, gépkarabé, tudod éppen. Hármat a levegő belül, nincs ilyen. Hát mi nem, de egyébként Szerbiában esküvőn ott azért szokott ilyesmi lenni. Tehát azt én azért már láttam. A nagy buli az, jó buli. Igen, ott van egy kis lemorzsolódás minden esküvőn. Sokan eltűnnek. Na, mit hoztál nekünk? Mit hoztam? Tőlem megszokhatjátok, hogy általában vidám témákkal jövök. Ma egy kicsit kevésbé mókás jópofa a történetem, vagy a témám. De... Nem baj, azért szeretjük a komoly témákat is, nincs az. De ugye a rovat címe az, hogy Júli élete, és minden olyasmiről beszélhetek elvileg, amivel szembe találkozom, ami Bali engem. Szembe jön. Igen, amit Bali amit előre megbeszélsz, Balázs. És most valami olyasmi jött szembe, ami azt hiszem, hogy minden jó érzésű ember zsebében kinyitja a bicskát. Úgy képzeljétek el, hogy van egy rokonom, egy női rokonom, aki elég rosszul választott magának férjet. Ez az első nagyobb pofon után derült ki, hát kapott egy olyan jó alapos. Már hogy szó szerint akkor. Igen, tehát kapott egy sallert. Az elsőt még próbálta megmagyarázni ez a rokonom, hívjuk innentől kezdve mondjuk Emesének, hogy biztos rendkívül kimerült, kisbaba volt a lakásnál, fáradt, tehát oka volt ennek az egész történetnek, de egy hónappal később megismétlődött, és aztán megint, és megint. És az első alkalom után szerintem ő már akkor érezte, hogy mi lesz ennek a történetnek a vége, elkezdte fotózni ezeket a sérüléseket, elment orvoshoz, látleletet csináltatott, aztán beadták a vállópert, elkezdődött a vállóper, egy nagyon agresszív, rossz hangulatú, sárdobálós bontóper indult, és volt egy pont, amikor ennek a rokonomnak eldurrant az agya, fogta ezeket a képeket, a látleleteket, és feltette a Facebookra azzal, hogy íme, az én hites uram ezt csinálta velem. És úgy képzeljétek el, hogy rá egy hónappal megérkezett a feljelentés, a férje beperelte őt rágalmazásért és becsületsértésért. Szemétségok megsértésé. És a rágalmazást ugyan elvesztette, de a becsületet azt megnyerte, és a feleségének a Facebookon nagy nyilvánosság előtt kellett megkövetnie, és bocsánatot kérnie a férjétől, attól az embertől, aki egyébként kékre-zöldre verte. De hát ha volt látlelet, hát akkor hogy? Hát akkor azért ez felhasználható a bíróság eljárásban, nem a látlelet azért. Hát csak azt, hogy nem tehetett ki a Facebook. Nem tehetett ki, mert nagy nyilvánosság előtt a becsület csorbítására alkalmas dolgokat állított a férje. Hiába igaz, a becsület sértési pert megnyerte, és meg is kellett követnie a férjét. És tudod, szóval, hogy ilyenkor csinál így a fejem, hogy pák. És az Anna sokszor nagyon mondja, hogy fordítva ülünk a lovon. Nyilvánvaló, hogy ez a jogszabály vég téged is, meg engem is. És biztos vagyok benne, hogy a bíró is úgy hozta meg ezt az ítéletet, hogy szívta a fogát, de ő csak a jogszabályt alkalmazta, és ő nem, szubjektív ítéletet nem hozhat. Tehát ő a jogszabályt kell, hogy alkalmazza, és ebben az esetben a tényállás az... De ha igazat állítasz, ezt akkor se teheted ki? Nem teheted ki. És tudod, ez az egészben a rettenetesen bosszantó, hogy minden médiumomból az jön, hogy a családon belüli erőszak az nem magánügy, hanem a társadalom szégyene. És ha ilyet látsz, és ilyet tapasztalsz, akkor ugye, ahogy a kampány szövege is mondja, hogy vedd észre, ha valami nincs rendben, tegyél ellene, tégy lépéseket, jelensd föl, jelezd a védőnőnek, jelezd a rendőrségnek, jelezd a körzeti orvosnak, bárki, vagy ha ők ezt tapasztalják, akkor lépjenek. És akkor tessék, itt van egy nő, aki ezt megteszi, kiteszi, felvállalja, és utána őt húszolják. Fenn is jelentette ez is egy szép kör. Volt férje? Igen, úgy kezded el, ő végigjárta az összes fórumot, amit végig lehet járni, és zárójelbe jegyzem meg, nem minden rendőr, és nem minden védőnő, és nem minden házi orvos kezeli így. Vannak nagyon lelkiismeretes emberek, akik tényleg hathatós és megfelelő intézkedéseket tesznek. De ő például elment a rendőrségre, ahol a rendőr meghallgattam, kicsit cöccögött a bajsza alatt, majd azt mondta, hogy nem kellene hergelni egymást. Majd amikor legközelebb visszament a kékzöld lila foltokkal, akkor azt mondta, ja és hogy félbe volt törve a foga, azt mondta, hogy hát ilyen sérülés más helyről is származhat,
úgyhogy ő ezt így nem tudja elfogadni. Amikor a védőnő meglátta a foltokat, azt megkérdezte a gyerekeket, és veri, mondta a lány, hogy nem, azt mondta jó szerencsére. És ezzel tulajdonképpen elintézte, és a körzeti orvos, amikor elment, hogy akkor vegyenek fel látleletet, a körzeti orvos húzta a száját, és megkérdezte, hogy nem elég-e, ha ad egy orvosi papírt. Mert a látlelet az macerásabb, ott használják. És a látleletet, vagy a bírói ítéletet nem tette ki a Facebookra, vagy azért azt nem tette? Ezt kiteheti, nem? Tehát én kapok egy látleletet, és azt levetettem, én azt utána kiteltem a Facebookra, az saját magamról szól. Hát azzal hát nem... az rólad szól, na, igen. Ez bizonyítja, hogy volt okom arra, ami történt. Itt tulajdonképpen mindenki tudja, hogy ezek nem maguktól keletkeztek ezek a sérülések, de azzal, hogy te ezt közszemlére teszed, te törvényt sértesz. Hát igen. És akkor tudod, az a kérdés, hogy akkor mi a megfelelő módja, vagy mit, hogyan kellene másként kommunikálni? Láttatok már ilyen kampányokat, nem? Igen, persze. De tök érdekes, hogy például állandóan az áldozatot, illetve annak környezetét szólítják meg, de sose magát az elkövetőt. Tehát, hogy sose azt... Na, mert az elkövetőt nem tudod megszólítani. Hát, vagy ne verd a feleséget. Tehát ez nem ilyen egyszerű. Miért nem mondhatom azt, hogy te gani alak vagy? Mondhatod, csak nem fog célt érni. De miért? Meg akkor ugyanazt csinálod, vagy ugyanott, mint a barátnőd, ugyanott fogunk állni, igen, csak, aki föltette a képeket. Igen, csak ez azért más, amit mondasz, hogy szerintem itt meg lehet szólítani az elkövetőt, mert ugye nem úgy szólítod meg, hogy hibáztatod. Tehát például a nemi erőszaknál nagyon nagy hiba volt az a kampány, amikor elmondták, hogy te is tehetsz róla. Ez azért nagyon nagy hiba volt. Mert őt ugye azt sugalták, hogy ha téged bántanak, akkor te arról tehetsz, vagyis kvázi kiváltója vagy az erőszaknak. De itt nem úgy szólított meg, hogy az ilyen típusú kampányokban nem azt mondod, hogy azért kaptál pofon, mert tehetsz róla, állj ki és védd meg magad, hanem úgy szólítod meg az áldozatot, hogy segítesz neki, hogy támogatod, hogy biztatod arra, hogy lépjen, hogy ne hagyja magát megzsarolni, hogy ne vegye ezt természetesnek, hogy ne éljen így, és igenis merjen, akarjon, tudjon segítséget kérni. Tehát a kettő között szerintem azért van különbség. És én értem, amit te mondasz, persze, hogy meg lehetne szólítani az elkövetőt is, csak az ugye azért az nem feltétlen hat. Tehát a hatásosabb az, hogy amellé állsz, aki úgymond áldozat, és ő vele próbálsz kommunikálni, hogy ne fogadja el, segítsen és lépjen ki. Egy hülyének megmondja ez, hogy ne verd meg a nőt, akit így szocializált, akinek ez a természetes, akinek ez a nyelve, ez a kommunikáció, hogy hazamegyek, jól megverem, az nem fog megváltozni egy kampánytól. A kampánytól az változhat meg, aki érzi, hogy vannak sorstársai, aki úgy gondolja, hogy nem csak én vagyok ebben a cipőben, és ha kiállok, még kiáll más, vagy kiállt másik 10, kimerek én is állni, és ezért kell egyfajta kritikus tömegnek elérnie ahhoz, hogy a nők kimerjenek állni és ne viseljék el. És itt nem csak a testi erőszakról van szó, itt a lelki terrorról van szó, a szóbeli erőszakról van szó, a megalázásról van szó, tehát ugye a családon belül erőszak az nem mindig testi erőszak, hanem egy csomó minden más, amiről ez szól. De hogy nem baj, hogy az áldozat meg van szólítva, mert nagyon sok a tévhit, nagyon sok a hiány, hogy kihez kell fordulni, hova kell menni, milyen lehetőségeim vannak, igenis vannak. Aztán persze nyilván nagyon sokan félnek, nem mernek, a gyerekekkel zsarolják őket, tehát ez egy baromi összetett dolog, de nem baj, ha megszólítják őket a kampányokban, hogy mer kiállni, vagyunk, akik tudunk neked segíteni. Csak tényleg legyenek aztán, akik segítenek. Érted, hogy mit mondok? Értem. Amit még közben akartam itt szúrni, hogy szerintem azért is kellene, vagy és most tulajdonképpen egy picit szembe megyek veled, én azért szólítanám meg az elkövetőket, és akkor innentől kezdve itt kellenének precedens értékű perek, és itt kellenének olyan finom érzékeltetések, hogy nem fogsz hosszú időre börtönbe kerülni. Mondjuk csak egy fél évre, de a rendőr úgy fog beengedni, hogy nőverő és gyerekverő majd rácsukja az ajtót. Tehát, hogy érezze, hogy következménye lesz annak, hogyha ő megveri a feleségét. Ez bent egyébként úgy is kiderül. De nem derül ki, de, és ez nincsen eléggé hangsúlyozva, érted? Az, aki lepofozza az asszonyt, az megvonja a vállát, mert úgyse derül ki. És hogyha kiderül, akkor se lesz belőle semmi, mert felmentik, mert felfüggesztettek. Bent megvannak azok az információs csatornák, hogy minden egyes rabról kiderül előbb vagy utóbb, hogy miért van bent. De akkor hangsúlyozzuk ezt, érted? Hogy akkor tegyünk ezekre rohadt nagy felkiáltó jeleket. Az a baj, hogy az meg egy másik kimutatás, hogy nem fog vissza a bűn előkövetés alól, hogy mi a büntetési tétel, mert nem hiszed el, hogy elkapnak. Itt mi történik? Itt hiába nem kapnak el. Tehát, hogy itt tökre nem kapnak el. Ezt kellene hangsúlyozni, hogy már pedig elkapunk, apám, és a társadalom kivet magából, hogy te egy ilyen szemét alak vagy, hogy fered az asszonyt. Hát és a bírói gyakorlat és a BTK megváltoztatása, szigorítása nyilván egy csomó minden, de valóban nem biztos, hogy ennek van visszatartó ereje, vagy ott, amikor bemegy a kocsmába, iszik két konyakot, hazamegy, elborul az agya, és megver egy nála gyengébbet, nem hiszem, hogy eszébe
bejut a BTK, nem tudom milyen paragrafus, hogy most 2-től 5 évig ő kap, mert eddig csak mondjuk 1-től 3 évig terjedő szabadságvesztéssel sújtották ezt a dolgot. Én hiszek az áldozatokhoz szóló kommunikációban, hogy ebben az esetben inkább mellettük kell állni és nekik kell segíteni. Nem hibáztatva őket, és nem azt üzenni a kampányban, hogy ti tehettek róla, de igenis buzdítani arra őket, hogy nem természetes, hogy ne tűrd el, hogy ne váljon megszokottá, hogy ne gondold azt, hogy hát máshol is ez van, vagy más is biztos így él azért, mert téged így szocializáltak, vagy találkoztál 18 évesen egy pasival, aki így szocializált téged, mint párkapcsolat, és te eltűröd, mert azt hiszed, hogy ez a normális, vagy volt egy ilyen apád, és azt hiszed, hogy a férjednek ezt ugyanúgy el kell nézni. Tehát igenis a felvilágosító kampány és a segítség az fontos. Nem hiszek benne, hogy használunk, hogy ha bejössz a börtönbe, nagyon megverünk, akkor kevesebben vernék meg az asszony. Ezeken él egyszerűbb emberek, tudod? Nem is gondolnak abba bele. Még azt se hiszi, hogy elkapják valóban, amit a Feri mond. Igen. De abban szerintem mindenképpen igaza van tényleg Julinak, hogy mindenképpen kellenének olyan egyébként a sajtó által bemutatott, megszellőztetett, nagy nyilvánosságot kapó precedens értékű perek, amik megmutatják, hogy nem lehet megúszni. És nagyon gyorsan, tényleg gyorsított eljárásban is ezeket az embereket elkapni, lesítelni, tényleg úgy megmérni őket, hogy életük végig megkeserüljék, és hogy tényleg a társadalomban teljesen nyilvánvaló legyen az, hogyha akárcsak egy pofont is leakasztasz otthon a feleségen, az élettársadnak, a barátnődnek, akkor azt nem úszod meg. Azt nem úszod meg. Ausztráliában. És hiába például azzal a vakkomondorra. Igen. Ausztráliában olvastam erről, hogy ott van egy nagyon-nagyon jópofa miniszterelnök, aki több millió dollárt investált ebbe a programba. Ott például krízis vonalakat tartanak fönn férfiaknak, akik érzik azt, hogy annyi düh és harag van bennük, hogy legszívesebben megütnék az asszonyt, vagy megütötték az asszonyt. Akkor hívd föl, hogy hívd és ez föl. Működik szerinted, hogy ott állok szembe anyjával. Nem, ez nem az a pillanat, hogy akkor a telefon után nyúlok. Aha. De ezeknek is megpróbálnak valamit szervezni, ezeknek az embereknek, akik felismerik, hogy olyan harag, olyan indulat van bennük, amit nem tudnak kezelni, valamit kell vele kezdeni. Nem akarom bántani az asszonyt, de elönti az agyamat a szmötyi, és leverem. Akkor ezeknek az embereknek is legyen egy fórumuk, ahova fordulhatnak. Na, ők már például nem az átlagos erőszaktevők, akik felhívják ezeket a vonalakat, mert ezekben az emberekben megvan a késztetés, megvan bennük az a szintű intelligencia, amikor felfogják már azt, hogy valahogy ezt a dolgot kezelni na, kell. Na, de várjál, mert... Tehát, ők már egy fokkal intelligensebbek, mint az átlagos, ha lehet ilyet mondani, az átlagos nővel. De nem azt gondoljátok, hogy az, aki nőt ver, az... Hatékusokkal milyen hülye paraszt. Ez egy elég gyakori jelenség. Hát minden ötödik nőt vernek, és nem minden ötödik nőnek a férje iskolázatlan paraszt. Ebben van igazság, tehát, hogy nem, itt nem csak arról van szó, hogy a diplomás nem üt, a nem diplomás alkoholista megüt. Hát itt iszonyú széles a spektrum. Tehát, hogy itt nagyon sokféle fajta férfit meg lehetne szólítani. És hiszem azt, hogy egyébként vannak férfiak, akik nyitnának arra, hogy ők szeretnének ezzel foglalkozni, valahogy kigyógyulni ebből az állapotból. Ők nem szívesen ütik meg azt a nőt, de abban a pillanatban eldúran az agyuk. De ők tudják, hogy utána rájönnek, hogy ez nem jó. Tehát őket lehetne kezelni, csak nincsen semmilyen fórum, ahol hozzájuk, vagy ők eljutnának valahova szakemberhez. Na, nem sajnálom őket nyilván, de hát lehet, igen. Ja, nem kell sajnálni, persze. Nem ezt mondom, csak hogy az is egy kezelési lehetőség. Tehát, hogy ott a férfit helyre teszik, akkor a nő meg a gyerek otthon nem szenved. Hát igen, csak ugye nagyon összetett a dolog, mert nagyon sokan nem merik elmondani, nagyon sokat zsarolnak a gyerekkel, nagyon sokat félelemben tartanak, hogyha elmondod, megint kapsz. Tehát ez egy baromi nehezen felderíthető, és egy nagyon-nagyon nehezen elkapható, rajta kapható dolog. Tudod, hogy mi történt pontosan, hogy történt a dolog, hogy ki kit zsarol, hogy milyen érzelmi háttere van a dolognak. Tehát, hogy baromi nehéz. Baromi nehéz ezt felgöngyölíteni, és sajnos tényleg a bírói gyakorlat, a rendőri gyakorlat, és azt, hogy amíg nem folyik vér, nem megyünk ki, a bíró most vagy hisz az áldozatnak, vagy nem hisz az áldozatnak. Szóval nagyon nehéz ebben. Nem azt mondom, hogy igazságot tenni, hanem hogy valójában szigorítani a büntetést például. Nem tudom, mi a jó megoldás. A nőknek kéne azt elfogadni, nem egy természetes dolog ebben élni. Hát szerintem ők nem hiszik, hogy ez egy természetes. De valamilyen nagyon ember sokan, szólni nagyon róla. Sokan, de vagy azért, mert azt gondolod, hogy ez így normális, vagy az, mert akkora megfélemlítésben élsz. Anyámat is verte apám. Van az a típus, aki... Néha megérdemlem. Van az áldozat típus, aki azért kaptam, mert megérdemeltem. Ugye ez is egy nagyon fontos típus, aki ugye áldozatnak gondolja magát, és így szocializálták, és már az apja is verte, és kiprovokálja a verést, azt mondja. És persze igaza van a Józsinak, én megérdemeltem, hogy megverjen, és kellett az a pofon, mert csak itt érek magamhoz. Tehát nagyon sok típusa, nagyon sok nagy, komoly mélységei vannak ennek a dolognak. Nem tudom, mi a jó megoldás. Hát én szerintem a nők nagy többsége nem tartja ezt normálisnak. Nem ezt mondom, dehogy is. Csak persze. Egész egyszerűen nincsen fórum, akihez fordulhatna, másrészt pedig ezer szálon
kapcsolódik a férjéhez. Tehát nem úgy van, mert ugye ezt csomóan mondják, hogy hát össze lehet csomagolni és el lehet. Hát hogy kiszolgáltatott, vagy nem tudsz hova menni. És megfogom a gyereket, és persze, és elmegyek. És hova mész, és ott van a férjem, és ott van a lakás, és ott van a közös hitel, és ott van a minden. Hú, ez nem bonyolult élethelyzet. Hogy nem? Ezer ilyen dolog van. Úgyhogy ő, ennek a rokonomnak az élete, a története, amit néha látok róla, hát a jeges rémület. Ez többször megtörténik? Ez többször megtörténik. És miért tűri, miért nem megy el, miért nem próbál elköltözni? De elment, már elváltak, most már túl vannak rajta, bár még mindig mennek az ilyen csiki-csuki játékok, de tudod, olyankor milliószor hálát adok a jó Istennek, hogy nekem egy olyan férjem van, ahol ez nem, tehát ez fel sem merül. És pedig köztünk is vannak viták, és köztünk is vannak konfliktusok, nézeteltérések, és látom rajta, hogy mikor van az a pont, amikor felszívja magát, és elfordul, és látom azt, hogy most robbanni készül, de nem teszi meg. De olyankor még dobsz egy kis parazsat a tűzre. Hátha! Nem. Tudja, hogy hol kell leállni, és én is tudom, hogy hol kell leállni. Hogy hol kell békén hagyni a másikat. Hát igen. Na most vannak különböző kampányok, nem? Amik arról szólnak. Kampányok. Hogy... Figyelj, ti láttátok azt a kampányt, ahol egy fekete pöttyöt... Ez igen, ez egy Black Dot nevezetű kampány, igen. Rajzoltak a nők a tenyerükbe, és akkor ennek a történetnek az a lényeg, állítólag ez egy civil kezdeményezés, de szerintem nagyon-nagyon butuska egy kezdeményezés. Arról szól, hogy tegyél egy fekete pöttyöt a kezedbe, és tedd fel a Facebookra, hogyha családon belüli erőszak áldozata vagy. Uh-huh. És így üzenj, mert ez egy néma segélykiáltás. Hát abban a pillanatban, ahogy apa elolvas egy cikket arról, hogy te mi a franc, ez mit posztolsz te? Hát úgy elveri, mint szódás a lovát. És a másik az, hogy és azt üzenik, hogyha azt látod, hogy egy ilyen nő föltesz egy ilyen képet, akkor hívjál hozzá azonnal a rendőrt, mert uh-huh. ez a nő ez otthon bántalmazva van. És mi történik? Kinyitja az ajtót egy pasi, és azt mondja, hogy csókolom, tessék, miről van szó? És anya ott áll mellett, hogy bocsánat, nem tudom, hogy miről van szó. De hogy mi a különbség akkor a kétféle jelzés között? Nincs különbség, mert az én olvasatom, semmi különbség nincsen. Egy tenyérre rajzott fekete pont, és mondjuk azok között a képek között. Igen, az egyik az egyértelmű, a másik az egy szimbolikus jelentés. Tudjuk, hogy mi van mögötte. Jó, de ez egy kampány. Azért van a fekete pont a kezeden, mert téged megvertek. Igen, de van különbségek között, meg azok között a képek között, amin monokli van a szemed alatt? Ez a fekete pontos sztori, ez arra vonatkozik, hogy amikor éppen bántás alatt vagy, akkor így tudsz üzenni, érted? Tehát a pont vernek, ha pont... Ja, tehát engem csapapa, nem, igen, kis pöttyökkel integettek a Facebookon. Nyilván nem, ez egy csendes, ez egy néma segélykiáltás, hogy tiért bántanak a csapban, és nem akkor, amikor pont vernek, hanem értem, hogy fölrakod magát a fotót a tenyeredben a pöttyel, és ezzel üzensz a barátaidnak, a rokonainak, ez egy úgynevezett néma segélykiáltás. Mert nem mered, nem akarod elmondani, de szólsz, hogy gyerekek, segítsetek, bajban vagyok, ez erről szól, és ez mit a kampány. Tenni? Azt tudod tenni, hogy hát ha van egy barátod, egy ismerősöd, az anyád, aki átmegy, aki odaáll középek, aki megkérdezi, hogy mi a baj, akinek el tud mondani, és az majd bátorít, segít, magához költöztet, és elindul végre valami kommunikáció. És nem egyedül vagy ebben, akit minden nap megvernek, hanem valaki megfogja a kezed, és azt mondja, hogy gyere, segítek. Tulajdonképpen ennyi, nem több. Meg hogy van egy közösség, ahol te azt érzed, hogy többen vagytok, és talán más is tud segíteni. Ennyi. Hogy nem vagy egyedül. Ezt tudod ezzel szimbolizálni, kifejezni. Meg hogy bajban vagy, és hátra segít valaki. Hát én szerintem abban a pillanatban, ahogy az agresszor, a férj látja ezeket a felvételeket a Facebookon, abban a pillanatban dől be az egész. Na jó, de ilyen alapon akkor nem mondjuk senkinek, ne szóljunk, ne kérjünk segítséget, mert kiderül, úgyis megvernek. Tehát ez azért nem jó, mert akkor viszont tényleg hallgassunk, és maradjunk csöndben, mert ha megtudja, hogy elmondtam az anyámnak, megint megver. Hát ez se jó megoldás. Tehát akkor igenis legyen kampány, igenis rajzoljanak, igenis legyen téma, kövessék 5 millióan ezt az oldalt, ezt a Black Dot oldalt, Facebook csoportot, tudják meg magyar nők is, hogy ezt rajzolhatják, tehát minél többen, minél többször beszélünk róla, az megint csak egyfajta védekezés, hogy ne rajzoljuk, mert akkor megint megvernek. Hát akkor ne csináljunk semmit, mert megvernek. Én sem megyek átsegíteni neki, mert úgyis megverik, jaj, akkor nem szólok bele. Dehogy nem, hát tök jó az ötlet. Azt hiszem, hogy ausztrál pali találtak ki, de ez egy jó ötlet. Nekem ez tetszik. Hogy legalább beszélünk, legalább valami igen megindul. Valami történik, persze. No, hát csak ezen háborogtam egy picikét. Jogos, megoldani nem tudjuk, és nincs is egyetemes megoldás ennek a dolognak. Igen, hát tényleg mindenkit arra lehet bíztatni, hogy ne vegye természetesnek, ne tűrje és ne hagyja magát zsarolni, és valahogy próbáljon ebből kiutat találni. Ez baromi nehéz helyzet, hogy ne, és undorítóak azok a férfiak, akik ezt megteszik, és gyávák, és kicsik, és sokkal törékenyebbek és gyengébbek, mint egy nő. Nem? Csak így próbálják az ő gyengeségüket kompenzálni, hogy akkor jól megverik a gyengébbet. Hát az igazán gyenge, nem? Így van. Aki gyengét ver, szóval nehéz mit mondani. Nem baj, hogy komoly voltál, Juli, néha ez is kell, hát inkább vidámkodjunk, de muszáj. Hát nem, nőként azért ezeket te átéled, megéled, ez a rovat, ez rólad, rólatok, nőkről szól, úgyhogy nem baj, Ania hozol ilyet. Jó, köszi, hogy itt voltál, puszilunk. Én köszönöm. Magyar hangok.
Sebestyén Balázs, Rákóczi Ferenc és Vadon János. Hölgyeim és uraim, ez a Morning Show a Klassz FM-en.